több szakemberre megvizsgáltuk, hogyan lehet majd fákat ültetni, hogyan lehet biztonságosan elkeríteni a gépjármű forgalom elől. Ezek lesznek az első munkálatok, amiket a szekszárdi Fagyony utcában található, most még füves területen végeztet el a város önkormányzata. A közel 1000 négyzetméteres parcellán családoknak szánt közösségi teret alakítanak ki hamarosan. Alapvetően természetesen egy játszótér lesz, de igyekszünk olyan eszközöket, olyan pihenő alkalmatosságokat kitenni, amik természetesen nem csak a gyerekeknek, hanem szülőknek, meg az időseknek is adnak lehetőséget a szabadidő eltöltésére. Innen néhány 10 méterre található a város egyik kerékpárútja. Az amelletti pihenőhelyet is tudják ugyanebből a pályázatból fejleszteni. Oda több bicikli beálló padok és ivókút kerül. A körzet önkormányzati képviselője, a város alpolgármestere azt mondja, a fejlesztés sokat javíthat a környéken élő komfortérzetén. Azt gondolom, hogy mindenki számára egy nagyon jó közösségi tér lesz, nem csak az ott lakók, hanem a városban lakó valamennyi polgár számára is. A szekszárdi Fagyony utcába tervezett játszótér építése a tervek szerint akár már ősszel elkezdődhet.